Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és nagy tisztelettel köszöntöm itt az Ultrahang stúdiójában Köves Lomót, az EMMI Magyar Zsidó Szövetség vezető rabját. Szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen, szervusz. Nagyon örülök, hogy itt vagy nálunk, mert hogy nagyon sok ilyen rémtörténet kering, vagy ilyen izgalmas történet kering a ti közösségetekkel kapcsolatban, és szerintem ez egy jó beszélgetés lesz arra, hogy megmutassuk, hogy ti is emberek vagytok, két lábból jártok, nem isszátok gyerekek vérét, és a többi, és a többi. Ezt hát, ezt egy podcasten keresztül meg lehet mutatni, akkor szívesen. Igen, ezt nulladik lépésként már elmondhatjuk, hogy nem isszátok gyerekek vérét, gondolom, hogy ilyen udvariatlanul kezdje. Igen, hát ezt szerintem határozottan állíthatjuk, hogy ilyen szokásunk nincs. Azért kérdezem, mert időnként tényleg a vallásos zsidó közösségekkel kapcsolatban vannak olyan tehát jelzők, szekta, meg ilyen mindenféle dolog, hogy szerinted miért alakulnak ki ezek? Tehát, hogy azért is nyittok kifelé, én azt látom, a rabbiaitok az interneten, közösségi médiában jelen vannak, és még mindig nagyon sokszor ilyen ködös dolgok előjönnek. Én azt gondolom, hogy ezek a jelzők és ezek a hiedelmek, ezeknek a forrásvidéke az nagyjából hasonló, mint úgy általában az antiszemitizmusnak a 2000 éves forrásvidéke. És egyszerűen arról van szó, hogy a zsidó közösség sok száz éven keresztül nem volt abban a helyzetben, hogy egyáltalán értelmes kommunikációt folytasson a keresztény külvilággal Európában. Ugye a zsidók a elmúlt 2000 év nagy részében nyomfosztottan valamilyen gettó mélyén üldögeltek, és kívülről nézve a zsidókkal szemben sokkal könnyebb volt uszítani, mint bármilyen más közösséggel szemben, mert nem is olyan volt opció a közösség megismerésére. És mindez hozzáadódik az, hogy a zsidóság az egyszerre kiemelkedő abban, hogy mindezek dacára egy sikeres kisebbség, ugye általában kisebbségekkel szemben szokott lenni az uszítás, a zsidósággal szemben azért még divatosabb az uszítás, mert egy sikeres kisebbségről van szó, tehát ez a különböző konspirációs világnézeteknek még jobban a termőtalajává teszi, és hogy egy nagyon különleges a szokványostól, vagy a megszokottól a külsőségeiben is, szokásaiban is eltérő közösségről van szó, amelyekkel kapcsolatban, ugye az ismeretlennel kapcsolatban mindig sokkal könnyebb mindenféle hiedelmeknek alapot adni. És tulajdonképpen ebben a fordulat az utóbbi évtizedekben jött el, mert sok időn keresztül, mondjuk a 19.-20. századon keresztül a zsidók úgy gondolkodtak róla, hogy hát tulajdonképpen akkor próbáljuk meg a szokásainkat úgy kicsit lecsupaszítani, és megpróbálni azonosulni, és beolvadni. Aztán ez nem tűnt egy, mégsem sült el olyan nagyon sikeresen, hiszen a holokauszt már egy olyan időszakban történt, amikor ezen az asszimációs folyamaton a zsidóság túl volt. És a tempó az volt a tapasztalat, hogy asszimilálódtatok, és ennek ellenére... És ennek ellenére 6 millió zsidót kivégeztek, illetve Magyarországon 600 ezer magyar zsidót, akiknek a nagy része minden szempontból, a szokásai tekintetében is sokkal inkább volt magyar, mint zsidó. És akkor az utóbbi évtizedekben lett egy alternatívája ennek, hogy igenis a zsidóság mondjuk Magyarországon része a magyar nemzetnek, a magyar társadalomnak, a Magyarországnak, de ugyanakkor zsidó, és ezt a szokásaiban is, hagyományaiban is vállalja és megvallja, és úgy gondoljuk, hogy ezeket, hiába a zsidóság nem egy térütő vallás, feladatunk megismertetni, amennyire lehet a többségi társadalommal, nem megpróbálni eltakarni, vagy úgy csinálni, mint hogy valami szégyellnivaló lenne, hanem kiállni magunkért, megélni és megvallani, és ha van valami, ami ennek az előítélet csomagnak az elejét tudja venni, az pont ez a fajta hozzáállás. Te egyébként a saját identitásodat hogyan határoztad meg? Ugye az ember identitás nagyon sok elemből áll össze. Tehát még a nemzeti vallási identitásomat. Tehát ugye az fontos az én hátteremről tudni, személyes hátteremről tudni, mert ez nyilván lehet, hogy nem minden magyar zsidó honfitársomnak ugyanaz a háttere, és ugyanok a mindennapjai, a zsidó, magyar zsidók is nagyon sokfélék, ugyanúgy, mint a magyar keresztények. De az én hátterem az, hogy gyakorlatilag a családom minden ágon több mint 200 éve Magyarországon él, többnyire Morvaországból és Galíciából költöztek ide 200-300 évvel ezelőtt,
És én amúgy személyesen egy asszimiláns, egy nagyon erősen asszimiláns családból származom. A szüleim ugyanazzal a történettel tulajdonképpen mind a ketten a holokauszt után születtek, és egyik ő se tudta, hogy zsidó, mert a szüleik el akarták ezt hallgatni előlük a holokauszt traumája után. Egy teljesen szekuláris környezetben nevelkedtek, és én a rendszerváltás környékén voltam kiskamasz, és akkor az identitás kérdés, mint olyan fölébredt bennem, és elkezdtem a saját vallásom, a saját kultúrám, a saját gyökereim iránt kutatni, és így lett végül is belőlem ortodox rabbi. De az a kettősség, ami nagyon erősen bennem van, hogy az egyik oldalról nagyon erősen és elkötelezettem magyarnak érzem magamat, ugyanakkor viszont természetesen talán még elkötelezettebben zsidónak, az abszolút építő része az én identitásomnak. Az, hogy te úgymond szekuláris zsidóból lettél ortodox zsidó, az mennyire általános, mert ez inkább fordítva szokott lenni, és hogy miért vállaltad be azt, hogy egy sokkal merevebb, szabályokkal teli életet választasz magadnak? Én azt nem gondolom, hogy inkább a fordított a jellemző. Én azt gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben az én történetem az nagyon is jellemző, Magyarországon mindenképp. Tehát ha a mozgást nézzük meg, akkor Magyarországon a zsidó közösség nagy része az valamilyen hozzám hasonló utat járt be. Ugye a Kovács András szociális professzornak volt 1997-ben, és aztán 2017-ben egy nagy átfogó magyar zsidóságot bemutató szociológiai kutatása, amiből nagyon érdekes, a kettő között ugye eltelt 20 év. És egyik számomra legérdekesebb megállapítás az az, hogy 97-ben a közösségben valamennyire aktív vagy affiliált zsidók nagy része, 70%-a azt mondta, hogy ő kevésbé aktív, mint a szülei. 2017-ben ez pont fordított volt, az aktív, affiliált zsidók nagy része, 70%-a azt mondta, hogy ő aktívabb, mint a szülei. Tehát Magyarországon is ez jellemző, és azt gondolom, hogy hiába nyilván a külföldi, főleg szekuláris, liberális propaganda része a zsidó közösségeknek az a fajta bemutatása, mint például az Unortodox című sorozatban, ami azt mutatja, hogy milyen borzasztó szekta az ortodox zsidóság, és abból, ha valaki kiszabadul, akkor a teljes boldogsága és szabadság az osztályrésze. Valójában, ha megnézzük például az amerikai zsidóságot, ott is egy valláshoz való visszafordulást látunk nagyon határozottan, Izraelről meg nem is beszélve. És nem csak demográfiai okoknál fogom, egyszerűen azért, mert az a fajta szekularizáció, ami jellemezte a zsidóság egy részét a 20. században, a 19. század közepétől, az annak nincs fogockodója, és úgy általában az emberek, ez nem csak zsidó vagy nem zsidó kérdés, általában az emberek, én azt gondolom, hogy keresik a fogockodókat, keresik a spirituális talapzatot, valamit, ami egy kis biztonságot ad nekik ebben a amúgy egyre bizonytalanabbnak tűnő világban. Ugye a ti vallásotok az egy olyan vallás, amit csinálni kell. Számos olyan dolog van benne, ami tettekkel van, meg ami nekünk kívülállóknak, és akár az ortodox film is erről szól, hogy a tilalmak, meg a nehézségek, hogy akkor azt mondod, hogy ad egyfajta spiritualitást, és én együtt tudok érezni, hiszen azt sem titok, hogy én meg egy olyan pünkösdi karizmatikus közösségnek a tagja vagyok, ami talán szintén az az irányzat a kereszténységen belül, ahol csinálni is kell a dolgokat, és aktívan részt venni benne. Tehát, hogy viszont látom azt, hogy sok esetben a fiataloknál ez egy nagy kérdés, hogy mennyire tudják csinálni. Hogy van ez nálatok, és mennyire ad spiritualitást az, hogy amit csinálunk, meg amit nem csinálunk, azt hogyan értékeli az Ha megengeded, akkor két része választanám a választ a kérdésedre. Ez egyik most teljesen ilyen filozófiai és vallásfilozófiai oldalról közelítve. Valóban ezt nagyon jól látod, hogy a zsidóság sokkal inkább cselekvés, mint hit. Héberül a dat szó, az megvallást, megélést jelent, és nem pedig hitet. A zsidóság a gyakorlatra teszi a hangsúlyt, és azért különben, mert pszichológiailag azon az ásponton van, hogy az embert a mindennapjában sokkal inkább meghatározzák a cselekedetei, mint amennyire a belvilága. A belvilágot is a cselekedetek nagyon nagy mértékben meghatároznak, visszahatnak az emberre. Az ember öltözködése, az ember viselkedése, az ember cselekedetei nagyon erősen meghatározzák a belvilágát is. Tehát nagyon röviden ez a dolognak a filozófiai része. A dolognak pedig az aktuális része, vagy az, hogy a fiatalok mennyire vevők erre, én azt gondolom, hogy nyilván van egyfajta előítélet. Tehát mondjuk azok a fiatalok, akik mondjuk a
gimnáziumunkban járnak, mármint ez gimnázium, ahova alapvetően zsidó fiatalok járnak, de leginkább nem vallásos, sőt, általában teljesen szekuláris családból, olyan gyanakodva jönnek be, és attól tartanak, hogy itt mi minden fog történni. De közben azt tapasztalják meg, hogy a vallásnak a megélése egy olyan közösségi élménnyel jár együtt, egy olyan hovatartozás élménnyel, és a hovatartozással nem csak azt értem, hogy én és ők együvé tartozunk, hanem hogy hova tartozás a létezésben, hogy vannak kapaszkodók, a mindennapi rituálék azok egyszerre a hova tartozás, a valamiben való belekapaszkodást is jelentik. És nagyon fontos a mi vallásunkban, hogy nincsen olyan aktus annak az embernek, aki zsidó, nincsen olyan aktus, amikor az, hogy na mostantól vagy vallásos zsidó, hanem ha te ezt gyakorlod, akkor már ez önmagában is szép. Hogyha ezt a részt gyakorlod, az is szép. Tehát nem a, hogy mondjam, a közösségünkhöz tartozó emberek nagy része nem lehet azt mondani, hogy 100%-ban tartja a Tóra mind a 613 rituáléját vagy parancsolatát, de valamelyik részét igen, és az a része valószínűleg az pont az a része, ami az életét tartalommal tölti meg, és úgy érzi, hogy ad neki valamit. Azt látjuk különben, hogy ezek pont ebben a szociológiai kutatásban, hogy a magyarországi zsidók egy jelentős része a hagyományos értelemben nem feltétlenül hívő. És mégis a zsidó vallási szokások, ünnepek egyre inkább divatossá válnak, egyre inkább részévé válnak az életüknek, ha mondjuk az egyel vagy kettővel korábbi nemzedékekhez hasonlítjuk őket. Itt Magyarországon egyébként mennyire vannak meg a feltételei annak, hogy egy zsidó ember, aki meg akarja tartani akár az összes parancsolatot és a Tórának a rendelkezéseit megtegye. Gondolok itt arra, hogy például tudom, hogy van egy-két kóser étterem, de azért nincs sok, és bizonyára még vannak ilyen részletkérdések. Abszolút jól látod ezt, és én azt gondolom, hogy az én és a közösségünk egyik fő feladata az, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük, és itt beszélünk akár a kóser étkezés előfeltételeiről, akár az oktatásról, akár ugye a szombattartásnak az előfeltétele is arra, hogy minél több olyan közösségi tér, olyan imahely, olyan zsinóval legyen, ami gyalog is elérhető akár egy szombati szertartás alkalmával, hogy legyenek olyan közösségi keretek, olyan közösségi programok, amelyben valaki megélheti, és minél sokszínűbben élheti meg a zsidóságát. És ez nekünk kiemelt feladatunk azért is, mert a zsidóság kétszeresen is elszenvedte azt, amit minden más egyház is elszenvedett, nem csak a kommunizmus évtizedeiben való elszürkesítése és leépítése a vallási közösségi létnek és az intézményrendszernek, hanem azt nyilvánvalóan az előtte levő holokauszt és az azt megelőző horti rendszer idejét is. És ezért a mi feladatunk megpróbálni ezt újjáépíteni, és egy olyan közösséget felépíteni, ahol nem az igény teremti az intézményeket, hanem az intézmények teremtik meg az igényt. És én azt de ez látom. Nem jobb egyébként fordítva? Tehát nem úgy van, hogy ha mondjuk lenne sok asszony, aki azt mondja, hogy szükségünk van rituális mikvére, talán jól mondtam, akkor csinálni. Hát egy ideális világban így lenne. De egy olyan világban, ahol az emberek ellettek szakítva az identitásuktól, két, vagy ha úgy tetszik, akár három diktatúra révén, sok esetben a vagyonuk, az életük és a mindenük elvételével egy ilyen világban egyfajta mesterséges újjáélesztésre van szükség, és én a mi munkánkat ezt így értelmezem. Tehát, hogyha mi arra várnánk, hogy az emberek majd jelentkeznek az igénnyel, akkor ez nem fog megtörténni. Az igényt azt meg kell teremteni, és azt gondolom, hogy az én általam vezetett, most már lassan 20 éve vezetett közösségnek pontosan ez a célkitűzése, és ha vannak sikerei, akkor ezek a sikerek ide vezethetőek vissza. És hogy lehet, elkezdtétek a munkát, utána így elkezdtek jönni az emberek, és elkezdtek... Én abszolút azt látom, hogy igen. Tehát egy picit, ha most visszamegyünk a 90-es évek elejére. A 90-es évek elején volt körülbelül 3-4 ezer olyan fiatal, mint én, 10 éves, 20 éves fiatal, akiben fölébredt a szikra, és aki megpróbált visszatalálni ősei gyökereihez, vallásához. Ezeknek a jelentős része végül is külföldre ment. Vagy Izraelbe. Elsősorban Izraelbe? Elsősorban Izraelbe. Köztük nagyon sok barátom. Miért nem maradtak itt? Jelentős részben azért nem. Vagy akik különben itt maradtak, azoknál egy idő után elhalt ez a fellángolás, vagy jelentős részben elhalt. Azért, mert nem volt olyan intézményrendszer, meg olyan lehetőségek, amelyek ezeknek az embereknek
életteret adtak volna ebben a fajta identitás megvallásban. Tehát nem csak az, hogy nem volt kóser étkezés, otthon kellett csütögetni a kenyeret, meg nejlonzacskóba hazavinni a két hetente egyszer a csirkevágásról a legborzasztóbb higiéniai körülmények közül, tehát ilyen 60-as éveket idézve az élelmet. Nem voltak fiatalok a zsinagógában, a zsinagógák porosak, büdösek és macskakakisak voltak, és nem volt semmifajta olyan munkalehetőség, amiben egy 10 vagy 20 éves fiatal el tudta képzelni, hogy vallásos zsidóként tud élni. Arról nem is beszélve, hogyha valaki megjelent egy társaságban, és mondjuk volt egy kipa a fején, akkor ez hallatlan volt. Ez olyan volt, mintha a Marsról érkezett volna. Ez ma már másképp van. És ma ez nagyon másképp van. Tehát ma egyrészt az intézményrendszer egy jelentős része megszületett. Van elérhető kóser élelem, van még mit fejleszteni rajta, de óriási az előrelépés. Van zsidó oktatás, van karrier lehetőség, van, és ami a legjelentősebb, én azt gondolom, hogy a zsidóság megélése a többségi társadalom számára már nem egy ilyen marslakók. Tehát például az, hogy mi 98-ban elkezdtük a hanukai gyertyagyújtást a Nyugati téren, ami egy felfoghatatlan lépés volt. Tehát a zsidó közösségen belül is, vagy elsősorban onnan azok a reakciók voltak, hogy hát ezt nem lehet csinálni, mert itt olyan antiszemitizmus lesz emiatt, hogy mindannyiunkat eldisznek. És nem lett? És én meg azt mondom, hogy nem, hogy nem lett, hanem ha van valami, ami közelebb hozta a társadalomhoz a zsidóságot, az például ez. De például az, hogy én most itt ülök fel, és egy amúgy biztonságpolitikai podcast sorozat részeként beszélek, kipával a fejemen és szakállal az arcomon, és ez a világ legtermészetesebb dolga. Ez elképzelhetetlen volt 15-20 évvel ezelőtt. Elképzelhetetlen volt, hogy egy rabbi, vagy egy a vallás, az ortodox zsidóság vallási rész dolgaiban felkészült ember a világ dolgairól egy teljesen más közegben beszéljen. A zsidóság megélése az valamilyen eldugott, poros, valamilyen a sötét lépcsőház végén bemész, és akkor ott befordulsz. Valami ilyesmi volt. Egyáltalán nem egy olyan dolog volt, amihez az ember, hogyha 21. vagy 20. századi akart lenni, akkor úgy érezte, hogy csatlakozni akar. És én egyértelműen azt látom, hogy ez nagyon jelentősen változott, és most is változik. Beolvasnék akkor egy idézetet, ez Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik jelenlegi elnökének a e-mailezéséből van. Igen, de ide fog kapcsolódni, okay. Majd érteni fogod, mert hogy most kikerült egy olyan e-mail, ez több évvel ezelőtti, de nem olyan sok évvel ezelőtti egyébként, ahol Gyöngyösi Márton akkor még elnök helyettesként Stummer János pártársával arról e-mailezett, hogy mi legyen az álláspont az iráni helyzettel kapcsolatban megfogalmazott közleményükben. Egyik észrevétele az volt Gyöngyösi Mártonnak, hogy Orbán provokációnak is beillő megjegyzését nem akartam közvetlenül kommentelni, inkább indirekt módon az USA lépésének kritikáján és elítélésén keresztül. Legszívesebben azt írtam volna, hogy egy cionista bérenc a lubovicsi szekta fogja, de ebből nem biztos, hogy jól ki lehet jönni. Ez egyébként 2020-ban hangzott el, vagy hát akkor volt ez az e-mail váltás, csak most derült ki, és azért kérdezem, mert ugye most elmondtad, hogy már lehet a Nyugati téren meggyújtani a hanukiát, talán így kell mondani, a sajtóban is szerepelhettek, de azért vannak, akiknek a fejében még 4 évvel ezelőtt is egy lubovicsi szekta voltatok, meg gondolom, itt rátok gondol Gyöngyösi Márton. Feltételezhetjük, hogy igen. Nézd, én ezt a megjegyzést nem választám le úgy általában az antiszemitizmus problematikájáról, aminek ugye a terjesztésében és közügyi tételében Gyöngyösi Mártonnak elévülhetetlen érdemei vannak, idézőjelbe szólva érdemei. Tehát az, hogy az, ahogy a régi vicc mondja, ugye ismerjük azt a régi viccet, hogy valaki bemegy egy magyar faluba és megkérdezi, hogy van itt antiszemitizmus? Nem, nincsen, de az igény lenne rá. Tehát ugye ezt az igényt elégítette ki Gyöngyösi Márton és pártársai a 2000-es évek közepétől, és gondolom, hogy az ő fejükben csak úgy, mint a társadalom azon részének a fejében, akik vevők az antiszemitizmusra, olyan konspirációs elméletek vannak, amelyek ilyen fogalmakban beszélnek, hogy cionista bérenc, hogy szekta, hogy a zsidók fizetett alkalmazottja, a magyar miniszterelnök. Tehát ezek, itt nincs új a nap alatt, ezek nagyjából ugyanazok, mint a Cion bölcseinek a jegyzőkönyve, amelynek nyilvánvalóan ugyanúgy, mint a
mint a napos föld hívőknek is még mindig van számos követője. De ez egy egész más kérdés, mint az, hogy amúgy különben békeszerető, vagy inkább indiferens többségi társadalom számára természetessé válik az, hogy vannak zsidók, akik megélik a vallásukat, és ők ugyanolyan emberek, ahogy te fogalmaztál, akik nem isznak gyerekvért, meg nincsen szarvuk, és ezt nem tudják másból megszerezni, ezt a tapasztalatot, mint hogy első kézből megtapasztalják, hogy van ilyen szomszédjuk, hogy látnak ilyen embert a tévében, vagy az Ultrahang podcastján, és még azt mondják, hogy hát érdekes, amiket mond, hát végülis nem, hogy nem áll olyan távol attól, amit gondolok, lehet, hogy van benne távol áll, de van benne úgy egész felfigyelhető. Érdekes, megemlíteném például, tudom, hogy jóba vagytok, és hát egy közeli barátom, tulajdonképpen gyerekkori barátom és kollégám is, a Megyeri Jonatán, akinek hát szerintem fantasztikus, hogy ő is a COVID idején indított egy podcastet, vagy egy ilyen Facebook Live sorozatot, és hát nem tudom, több tízezer követője van, akiknek a jelentős része nem zsidó. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan érzékenyítés önmagában, hogy ő beszél a zsidó filozófiáról, meg a talmudi tanításokról, a legnyíltabban, bárki kérdezhet bármit, akkor ezeknek a konspirációs elméleteknek nyilván sokkal kisebb egyre kisebb a tere, ahogy gondolom, hogy különben a Jobbik is egy ponton fölismerte, hogy ezzel most már nagyon sokat nem lehet. Ez is egy zárt e-mailből jött azért. Hát nem, de önmagában az, hogy míg a Jobbik mondjuk a 2000-es évek második felében, meg a 2010-es évek elején nagyon nyíltan és nagyon hangosan volt. Listázni óhajtotta volna. Igen, listázni akart a zsidókat, és ezzel úgy tűnt, hogy még van, ennek van felhajtó ereje a magyar szavazók egy jelentős része, úgy tűnik, hogy rájött egy idő után, hogy azért ennek van egy teteje, hogy az emberek meddig bevők ezekre a marhaságokra. Viszont nyilván a marhaságon túl, ami engem érdekelne, hogy miben különbözik a ti irányzatotok, a ti közösségetek, tehát a Lubovicsi közösség, mondjuk más zsidó közösségekhez képest, mik a specialitások? Én megpróbálom, ugye az a probléma, hogy történész is vagyok, és ezért hajlamos vagyok nagyon hosszan magyarázni különböző történelmi folyamatokat, ezt megpróbálom nagyon röviden, de azért mégis történelmi kontextusba ágyazni. Ugye a zsidóságnak a irányzatokra, vagy vallási irányzatokra bomlása, amit úgy nevezünk, hogy ortodox, vagy neológ, vagy reform, ezek tulajdonképpen az emancipáció, a zsidók egyenjogosítása, és úgy általában a felvilágosítás utáni társadalmi változások adták meg a keretet. Tehát a zsidóság alapvetően ortodox zsidóság volt 2000-3000 éven keresztül. Tehát mondjuk, ha az 1700-as években kimentünk volna az utcára, akkor általában, ortodox ahogy zsidókat. Téged most látunk, nagyjából így láttuk volna. Igen. Hát nyilván szokásbeli különbségek, főleg geográfiai okoknál fogva. Tehát lehet, hogy nem slim fittingben, hanem igen, mondjuk hanem más, igen. És hogyha elmentél mondjuk, nem tudom én, Bagdadba, akkor egy kicsit más volt a sólet íze, meg nem tudom, de azért alapvetően ugyanazokat a vallási szokásokat követték. És aztán az emancipáció igénye, vagy a felvilágosodás utáni társadalmi átrendeződés a zsidókra egy nyomást helyezett, hogy hát oké, hogy megadjuk nektek az egyenjogokat, de hát azért próbáljátok egy kicsit úgy hasonlítani a keresztényekhez, vagy az akkori keresztény társadalomhoz. És így alakultak ki a különböző új irányzatok, Magyarországon például a neológia, amelyik próbálta azért a vallási szabályokat nem teljesen fölrúgni, de azért nem tudom, hogy lekerüljön orgona a zsinagógába, meg a rabbi nézőjébe. Most is van egy vita, nem fogunk belemenni, de azt olvasom néha. De hogy meg, hogy legyen a rabbi nézőn ki, mint egy református pap, meg úgy, de különböző szintjei voltak. És itt történt egy szakadás az ortodoxok és az új irányzatok között. És ez jellemezte egészen holokausztig a zsidóságot. Voltak azok a zsidók, akik ragaszkodtak a régi hagyományokhoz, voltak, akik azt mondták, hogy ezeket egy kicsit kozmetikázzuk, azért, hogy úgy jobban el fognak minket fogadni, és volt egyre nagyobb zsidóság, amíg az egész zsidóságot elutasította, ezeknek a többsége általában akkor a baloldali politikai mozgalmakban találta meg a helyét. A holokauszt az egy vízválasztó, mert az egészet megkérdőjelezte, és akkor ott volt az, akik a teljes tagadásba mentek, mint az én nagyszüleim, voltak olyanok, akik mondjuk Magyarországot elhagyták, mert a vallás nem lehetett tartani, és akkor úgy Magyarországon tulajdonképpen a vallásos zsidóság maradéka az úgy valahogy ebben a neológ irányzatban úgy megmaradt, de alapvetően ez egy túlélésre játszás volt, hogy valamit még fenntartani. De gyakorlatilag a vallást tartották egyáltalán bármilyen? Hát valamennyire, igen. De még a kommunizmus alatt lehet, hogy valaki titokban otthon a szombatot azért tartotta meg. Hát voltak egyrészt, akik tényleg hősiesen és nagy áldozatokkal ezt tartották, és valami kis vallási élet különben a rendszer szempontjából is fontos volt, hogy felmutatható legyen
az egész keleti blogban azért van egy hely Magyarország. Ide hadd kérdezzek egy provokatívat, hogy nagyon sok kommentben előjön az, hogy na hát a kommunista elitben nagyon sok zsidó ember volt, de akkor ők abszolút szekuláris zsidók volt? Ezeknek a 90%-a szekuláris zsidó volt. Ahogy az előbb mondtam, az előbb említett okoknál fogva, és hát ez egy külön téma, erről lehet, hogy külön is érdemes majd egyszer beszélni. De az eredeti kérdésedre visszatérve, az volt a kérdés, hogy miben más a mi közösségünk. A mi közösségünk különben világszerte, és Magyarország is abban egyedi, hogy megpróbál egy hidat képezni a ortodox hagyományok és értékek és a 21. századi világ között, és úgy megpróbálni nyitni a világ felé, hogy ez a nyitás nem arról szól, hogy akkor levágom a saját identitásomnak egyes elemeit, mert akkor sokkal áramvonalasabb leszek, hanem arról szól, hogy megtanulom a világ nyelvét, és megpróbálom megértetni a világa, hogy ebben mi az érték, de anélkül, hogy a saját identitásomból feladnék. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez a közösség ennyire sikeresebben, mert ez talán a legegészségesebb modell. Hát nyilván, mint ennek a irányzatnak a híve, ez nem meglepő, hogy én így nyilatkozom. Nehéz ennek a közösségnek a tagja lenni az életvitel miatt, nem a közösség miatt, hanem az életviteli szabályok miatt? Egyrészt azt gondolom, hogyha valaki ezeket az életviteli szabályokat igyekszik maximálisan tartani, akkor sem annyira a nehézség, hanem az ezáltal adott érték, ami motiválja. Minden olyan dolog, ami lemondással jár, de van értelme, az ember valószínűleg valamit ad az embernek, mert különben nem csinálná. Tehát ha valaki profi sportoló, akkor irdatlan sok lemondással jár az élete, de valószínűleg azért csinálja, mert valamit mégis többet ad, mint amit elvesz. Ugye a Talmud azt tanítja, hogy az igazán szabad ember az, aki a Tórát tartja, hát hogy lehet szabad, hogyha annyi megkötés van? Hát azért, mert egy csomó minden dologban viszont, egy csomó olyan a család, az emberi viszonyok, a magabiztosság, a bölcsesség, a közösségi élmény, ezek csomó olyan terület, ahol viszont nagyon sok pluszt ad, és ezért valószínűleg az emberek mégis szeretik ezt csinálni. És persze nagyon sokan vannak, akik közösséghez tartoznak, és azt mondom, hogy ez a többség, aki ezért az élet nem minden területén tartja szigorúan, és mi azt gondolom, hogy egyediségünk az, hogy egy olyan ortodox közösség vagyunk, akinél nem a belépő része, hogy hát akkor ha minden tartasz, akkor ide tartozhatsz, ha nem, akkor nem, hanem tulajdonképpen mi az értéket próbáljuk meg átadni az oktatás, a tanítás által, és aztán az, hogy ki mit tud a magánéletében ebből a élete részét tenni, az mindenkinek a személyes életének a kérdése, és a személyes felelőssége, és a személyes döntése. Mennyire működik transzparensen egyetem, mennyire kell működnie transzparensen a közösségeteknek, hiszen ha ismét az Unorthodox filmre gondolunk, ezt gondolom a hallgatók többször látták, ott egy ilyen nagyon zárt, nagyon eltitkolt világot mutat be az a film, ahol liberális szemmel nézve, vagy ilyen progresszív szemmel nézve a nőnek a boldogulása az igencsak háttérbe van szorítva. Ugye itt azért azt kell érteni, hogy a zsidó, van ugye az a vicc, hogy ahol két zsidót három vélemény, ez valóban így van, tehát az ortodox zsidóság sem egy monolit tömb. Az, amit az unortodox bemutat, az egy valóban zárt közössége az ortodox zsidóság. De az például hasonlít a tiétekhez? Tehát az lehet, hogy külsőségben hasonlít, hogy nekem is van szakállam, de világnézetében, meg a mindennapjében nagyon sok szempontból nem hasonlít. A vallás szabályai szempontjából hasonlít, de valószínűleg abból a közösségből nem ülnének le az ultrahangba veled beszélgetni. Hát ez kb. Olyan, mint az, hogy keresztény, hát azért a legkülönfélebb közösségek hivatkoznak magukra úgy, mint keresztény. Tehát azt gondolom, hogy ezek a különbségek megvannak. Én az érzem, és úgy vallom, hogy a transzparencia ilyen szempontból az előfeltétel ennek, mert hogy pontosan azt vallom, hogy a zsidó közösség olyan értékeket képvisel, ami részben zsidóknak, de amúgy minden ember számára tanulságos, és számomra is lelkesítő az, hogyha ezek a értékek és ez a világnézet, ez ütköztetve van egy olyan világgal, amiben egyedi, amiben különleges. Ez engem is gazdagít, mert ha én veled beszélgetek, akkor meg kell próbálnom lefordítani a te nyelvedre. Ha le kell fordítanom a te nyelvedre, akkor még jobban meg kell győződnem annak az igazságáról. Ahogy a Talmud mondja, hogy Salamon volt a legbölcsebb ember, mert 3000 metaforát, 3000 példát tudott mondani mindenre.
a sok metafora arról szól, hogy neked is el tudom mondani, meg neked is, meg neked is, meg neked is, a legkülönbözőbb nézőpontokban el tudom mondani, az azt jelenti, hogy akkor elég erős a meggyőződés. Egyébként, ha már ennyit beszéltünk az Unorthodoxról, tudsz mondani olyan filmet, ami sokkal hitelesebben és reálisabban mutatja be a különböző zsidó közösségeket? Húha. Igen. Tudok mondani egy ilyen filmet, de azt szeretném hozzátenni, hogy azért nehéz ilyen filmet mondani, mert ugye tekintve, hogy alapvetően ezért a filmipar Hollywoodból indul, és a Hollywoodnak van egy nagyon speciális és egyedi nézőpontja úgy általában a világ összes kérdésére. Azért a jelentős játékfilmek, vagy a jól fizetett filmeknek a nagy része azért az abból a nézőpontból nézik, nem csak ezt, hanem a világ összes kérdését. Lehet, a szexualitástól, a zsidó trauma is benne van, ugye azért a Hollywoodban is rengeteg zsidó származású ember hát van, csak aki... még egy napáttal, és, akkor ilyenkor... és azok általában nem ortodoxok. Igen, tehát... igen. De különben én már régóta mondom, hogy kéne egy inortodox nevű filmet csinálni, és meg lenne az alapja, mert például az én történetem el tudnám mesélni, hogy milyen az az inortodox, és miért rossz egy szekuláris családban felnőni, és mit tud adni egy szekuláris családban fölnövő embernek az, hogyha részé válik egy vallásos vagy egy hívő közösségnek. Tehát ugyanígy el lehetne ezt egy speciális nézőpontból mesélni. De különben, ami nekem nagyon a szívemhez közel áll film, vagy sorozat, az a Stissel nevű izraeli sorozat, ami szerintem a Netflixen is elérhető, ami egy ortodox, különben egy nagyon hasonló közösségről szól, mint amiről az Unorthodox című film, de borzasztó emberi módon mutatja be, és nagyon hitelesen azokat az embereket, és azt a közösségi élményt, annak az összes fájdalmával, emberi fájdalmával, szerelmi és családi bánatával, dilemmájával együtt, úgyhogy ha valakit az érdekel, én ezt melegen ajánlom, nagyon érdekes, hogy azt hogy Koreában, ahol azért nincs nagyon sok zsidó. Ez egy hosszú ideig a legnézettebb Netflix sorozat volt, ami csak azt mutatja meg, hogy itt is azért alapvetően emberekről és emberi kérdésekről, meg problémákról van szó. Beszéljünk egy kicsit a közösségeteknek és a hatalomnak a viszonyáról, már csak azért is, mert az emit is rendszeresen éri az a vád, hogy Orbán Viktornak az egyháza, vagy a NER egyháza, vagy... Hát vagy Orbán Viktor a B-rendszer. Vagy Orbán, igen, mindenféle verzió van. Ugye kap az EMI pályázatokon támogatást. Szerintem beszéljünk erről, hogy mi a ti alapvetésetek a hatalom és az egyház viszonyáról. Az egyház nem a legjobb szó, itt gondolom. De... Több ház. Igen. Tehát szerintem induljunk el egyrészt onnan, hogy Magyarországon van egy kialakult társadalmi rend, és a társadalmi rend ez úgy néz ki, az emberek borzasztó sok adót fizetnek, és ezt az adót, ezt osztja az állam. És ebben az osztásban részesülnek az egyházak is. Mondjuk szemben az Egyesült Államokkal kevesebb adó van, és például az embereknek alapból van egy sokkal megalapozottabb önálló egzisztenciájuk, van egy megalapozott középosztály, és ezeknek például az adakozási kedve, és az, hogy közösségeket tartsanak el, az sokkal megalapozottabb. Ugye Magyarországon kialakult egy olyan kép, hogy az egyházak állami finanszírozásból és állami támogatásból tartják el magukat. A mi közösségünk azt hirdeti, hogy igen, ez egy adottság Magyarországon, de azért nem tehetjük azt meg, hogy kizárólag állami támogatásra és különböző járadékokra építjük magunkat, és ezért az EMI tudatosan a kezdetektől fogva próbál a saját lábraállásban is lépéseket tenni, és ezért van az, hogy különböző egy egyházi működéshez illeszthető, vagy legalább azzal nem szembe menő üzleti vállalkozásokat is. Ezek egyházi vállalkozások? Tehát az egyház tulajdonában lévő vállalkozások, amelyekben van olyan, mint mondjuk a kóser vágóhíd, és van olyan, amelyik mondjuk az oktatással foglalkozik, mint egy magánegyetemnek a megvásárlása, és annak a felépítése, amelynek az a célja, hogy valamilyen értéket teremtsünk, amúgy az egyház szempontjából is értékelhető értéket, mint az oktatás vagy a kóser ellátás, és amúgy pedig legyen arra forrás, hogy ne csak kizárólag járadék alapon az állami támogatásból épüljön fel az egyházi működés, és mindezek mellett szerintem nagyon jelentős az is, hogy az EMI-nek a működéséhez nagyon sokban hozzájárul az adomány. Az EMI-nek éves szinten kb. 4-5 ezer adakozója van, vagy adományozója van, ebben vannak egészen kisamolyan adományok, többségében különben pár ezer fontos adományok, és vannak nagy adakozók is, Magyarországról is, külföldről is. Tehát ez a három lábon állás az, ami szerintem minket jellemez, és ez sok mindenki számára szokatlan, mert ahhoz vannak szokva, hogy hát állami támogatás. Az EMI állami támogatásai nemhogy nem lépik túl
mondjuk a bármelyik más egyháznak a támogatásait, sem nominálisan, de még arányaiban sem. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk hány ember ajánlotta az 1%-át az emiknek, hány ember ajánlotta a mazsisznek, hány ember ajánlotta a katolikus egyháznak, és megnézzük, hogy arányosan ki mennyi állami támogatást kapott, az emik kevesebbet kap még arányosan is, mint bármelyik. Mert ami így néha megfogalmazódik veletek kapcsolatban, hogy a méretéhez képest túl támogatott, ez egy totális hazugság. Tehát bárki megnézi a számokat, akkor azt fogja látni, hogy ez nincs így. Ugye azért érdekes ez, mert az is érdekes, én, aki a hídgyülekezete tagja vagyok, ki tudom ezt jelenteni, hogy mondjuk egyszer kaptunk egy 800 millió forintos támogatást, amiből akkora sajtóban hélet, miközben mondjuk más felekezeteknél lehet, hogy egy projektre kapnak annyit, hogy az EMI esetében is érzel olyat, hogy túltolja a sajt, vagy túlhangsúlyozza? Én azt gondolom, hogy itt ennek két oka is van. Tehát a hídgyülekezete is ilyen szempontból azért egy szerencsés párhuzam, mert tulajdonképpen egy bizonyos szempontból rendszeren kívüli közösség, ami valamilyen újat akart létrehozni. Ugye az emik léte, annak ellenére, hogy egy ortodox értékvilágon alapuló közösségről van szó, az bizonyos szempontból belepiszkított sok mindenkinek az érdekébe. Hát kezdjük azzal, hogy volt itt egy olyan megcsontosodott, a kommunizmus rendszerében megcsontosodott intézmény ellátó zsidó egyház, amit mazsihisznek neveznek, amelyiknek a egyes vezetői számára nem volt érdek, hogy legyen alternatíva, vagy legyen valami más, és ez volt az egyik nyilvánvaló olyan érdekellentét, ami miatt az emiket elkezdték azzal támadni, hogy mennyi állami támogatást kap, ami miközben csak arról volt szó, hogy hát elkezdte megközelíteni talán azt arányaiban, amit a másik közösség kapott. De azzal érvelnek, hogy még mindig a mazsihisz tagjaihoz úgymond jóval több ember tartozik, mint az emikhez. De hát ugye ezt nem tudom, mi alapján mondják, ugye nyilvános tagnyilvántatása egyik szervezetnek sincsen. 1%-os felajánlásból. Hát az 1%-os felajánlást, ha megnézzük, akkor mondjuk az Iványi Gábor egyház az egyik legnagyobb egyház Magyarországon. Azt gondolom, hogy nagyon sokan hétvégén elmennénk egy istentiszteletükre, akkor nem biztos, hogy ezt. 1% az nagyon sok esetben egy politikai véleménynyilvánítás, vagy egy valamilyen más elkötelezettség okán az, ami. De különben, hogyha mondjuk azt nézzük meg, hogy hány... Ja, még azt szeretném ezt hozzátenni, hogy a mazsihisz zsinagógáinak egy részében is az emik biztosítja a rabbit, az imakönyvet és a kóser ellátást. És mondjuk, ha megnézzük a budapesti valóban legalább heti szinten működő zsinagógák számát, akkor az emiknek több zsinagógája van, mint a mazsihisznek. Tehát azért azt mondani, hogy kinek van több tagja, azt azért nagyon nehéz mondani, de különben, ha ezt mondjuk, akkor is a jelen pillanatban a mazsihisz járadék alapon ötször annyi támogatást kap, mint az emik. Az emik éves szinten az államosított volt zsidó ingatlanok alapján kap 300 millió forint állami támogatást. Ugyanez az összeg a mazsihisz esetén majdnem 2 milliárd forint. Pedig azért ennek az összegnek a célja az törvényi szinten is az, hogy ezek a közösségek, amelyektől elvették, elkonfiskálta a kommunista államhatalom az intézményeiket, próbálják meg ebből a pénzből újraépíteni az intézményeket a nagy közösség javára. Én azt gondolom, hogy ez ebből az érdekellentétből fakad részben, hogy a sajtó erre ennyire ráment, részben pedig azért, mert mi ez most lehet, hogy meglepően hangzik, az apolitikusi hozzáállásunkkal is sok ember szemébe, vagy orra alá borsot törtünk. És hogy mire gondolok? Elsősorban arra, hogy a 2000-es évekig az egy gipt, egy magától értető dolog volt, hogy a zsidó hitközség az a baloldali politikai pártok liblinge. A keresztény egyházak többnyire a jobboldali politikai közösséghez tartoznak, a zsidók a baloldalhoz tartozik, mert a hídgyülekezetéről is, ugye ez volt annak idején a SZDSZ-szel való közelség volt a mondás. Magyarországon mindenki, minden politikailag van értelme. Mi megjöttünk, és azt mondtuk, hogy mi mindenkivel szeretnénk együtt dolgozni, aki nem nyíltan antiszemita, és antiszemita programot hirdet. Mert minket nem a politika érdekel, nekünk nem politikai céljaink vannak, hanem a zsidó közösség építése, ami elsődleges célunk. Viszont itt nem látod azt, hogy akár
Én még emlékszem arra, amikor Benjamin Netanyahu itt járt Magyarországon, és akkor Heisler András, Orbán Viktor, meg Benjamin Netanyahu jelenlétébe bemutatta, hogy milyen bemondta, hogy milyen komoly antiszemitizmus van Magyarországon. Szóval azt el tudod képzelni, hogy esetleg viszont az Orbán Viktor féle rendszernek, hatalomnak jól jött az, hogy van egy emi, ami esetleg nem ezt mondja. De hát nem az a kérdés, hogy ki mit mondta, hanem az, hogy mi a valóság, nem? Tehát azt kéne megnézni, hogy mi a valóság. Magyarországon van antiszemitizmus. Magyarországon az antiszemita nézeteket vallók aránya az valahol a 10 és a 30% között. Ilyen magasra teszed egyébként? Hát attól függ, hogy mit nevezünk antiszemitizmusnak, tehát a nagyon, tehát a szó szoros értelmében vett antiszemiták, akik azt mondják, hogy a zsidók jogait korlátozni kéne, vagy a zsidóknak jobb lenne, ha elköltöznek Magyarországra, ez körülbelül hogy a 8-10% környékén van, de akik meg azt valamilyen fajta előítélettel bírnak, és hát Magyarországon az emberek nagy része mindenkivel szemben valamilyen előítélettel bír. Tehát, hogyha megkérdeznék, hogy milyen előítélet van a túlsúlyos emberekkel kapcsolatban, valószínűleg nagyobb lenne, mint 30%. Tehát akkor meg inkább a 30-40% köré közelébe tart. Tehát ez permanensen így van nagyon régóta. Hogyha azt nézzük viszont, hogy az antiszemita gyűlölet cselekményeknek mondjuk mekkora a száma, és ez hogyan alakult az elmúlt 15-20 évben, akkor azt látjuk, hogy úgy nagyjából 2006-ig volt egy permanens pár tíz gyűlöletcselekmény, hozzátok, nem nagyon tudjuk pontosan, mert azt annak idején senki nem mérte, mi kezdtük el ezt mérni. Tetésvédelem alapítvány, így van, 2012-ben. Aztán 2006-tól az utcai megmozdulások után ez elkezdett fölfelé menni, de hát tudjuk, hogy a cigánysággal szembeni atrocitások, sokkal súlyosabb atrocitások különben, tehát emlékszünk ugye a cigány a roma gyilkosságokra 2009-ben. Ez elkezdett fölfelé menni, ugye a Jobbik ez borzasztóan felpörgette, és a Jobbik körüli szervezetek, mint például a Magyar Gárda masírozásai, és így tovább, Kurucinfo, és így tovább. És ez nagyjából úgy 2013-14 környékén elkezdett lemenni, és ma Magyarországon, tehát amikor 17-ben ezt Heisler András mondta, akkor mi volt az antiszemita gyűlöletcselekmény? Az, hogy volt egy olyan plakátkampány, megmondom, ez nem az én ízlésvilágom, amiben Soros György vigyorgott. De akkor te például a Soros plakátkampányt nem tartod antiszemitának? Nem. Hát azt gondolom, hogyha mondjuk Izraelben is van egy nagyjából ország, az ország fele Soros Györgyel és az ő általagos hálózatával szemben nagyjából ugyanazokkal a vádakkal él, mint Magyarországon ez a politikai közösség, akkor lehet, hogy én egyetértek, vagy nem értek ezzel egyet, de miért lenne ez antiszemitizmus? Ha valaki zsidó, és őt kritizáljuk, akkor az antiszemitizmus? Hát ugye ott arra hivatkoztak, hogy annál a plakátkampánynál, mint én úgy volt befotózva, hogy nem, ezt sem értettem teljesen, de ez volt az indok, hogy látszott rajta, hogy zsidó. Tudod, a legérdekesebb itt is, az nézzük meg az adatokat. A Tetésvédelem Alapítvány minden évben az európai EBESZ által meghatározott normák alapján, különben Kovács András professzor, CEU professzor vezényletével méri az antiszemita gyűlöletcselekményeket, és csinál egy közvéleménykutatást évről évre az antiszemita véleményekről, vagy attitűdökről. És ez nagyjából minden évben mutat egy képet, az aktuális képet. És 2018-ban az alapítvány berakta a kérdések közé Soros Györgyöt, és a kérdés kétféleképpen is föl lett téve. Ön mivel azonosítja Soros Györgyöt? És az volt egy felsorolás, amiben az egyik az volt, hogy zsidó. Aztán volt egy fordított kérdés. Mi jut eszébe annak önnek arról, hogy zsidó? És volt egy felsorolás, egyike közül az volt, hogy Soros György. Szerinted hányan kapcsolták össze ezt a kettőt? Hány gondolom százalék? Nem sokan. 2%. És tudod, mi a megdöbbentő, hogy a Jobbik szavazók között is, akik között kimutottan nagyobb az antiszemiták aránya. Tehát még mondjuk a többségi társadalomban ez a 10-30% között, a Jobbikban 60-70%. Még őnáluk is azt hiszem 5-6% volt, ami azt jelenti, hogy az lehet, és én ezt bele sem mennék, hogy ez most egy valóság, vagy egy konspirációs elmélet, hogy Soros György kiveti a hálóját Magyarországra, ez lehet, hogy egy konspirációs elmélet, de hogy nem minden konspirációs elmélet antiszemitizmus, az a konspirációs elmélet, ami alkalmas arra, hogy a társadalomban fölérezte az antiszemita indulatokat. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy azok, akik erre a témára érzékenyek, köztük sokan zsidók, azoknak ez jutott rögtön eszébe, de a többség társadalomnak úgy tűnik, hogy nem. Most ha én jövök, és zsidó vezetőként azt mondom, hogy de ez bizony antiszemitizmus,
akkor azoknak is felhívom a figyelmét arra, hogy Soros György zsidó, és hogyha neki Soros György ellenszenves részben a kampány miatt, vagy a kampány nélkül, akkor az, ez az ellenszenves, ja, értem, tehát akkor aki zsidó, az a hitközség elnöke Soros Györgyöt védi, tehát akkor ezek szerint, ha nekem nem az lesz, hogy akkor elnézést, hanem akkor ahhoz tényleg hozzájön egy antiszemita attitűd. Egyébként akkor te azt mondod, hogy ugye úgy fogalmazta, hogy a politikusok vagytok. Miközben azért közéleti kérdésekben nyilván véleményt nyilvánítotok, akkor így arra lennék kíváncsi, hogy milyen a viszonyatok jelenleg akár a kormánypárttal, akár más pártokkal? Tehát ez egy ilyen összefonódás, vagy egy élni és élni hagyni, vagy ügyek mentén együttműködés, hogy határoznád ezt meg? Tehát az apolitikus, ez nem azt jelenti, hogy nem vagyunk a közügyekben aktívak, azt hiszem, hogy azt nehéz rólunk állítani, eléggé láthatóak és aktívak vagyunk. Többek között nálunk is, úgyhogy. Igen. Azt értem ezzel, hogy nem vagyunk egy politikai párt mellett elkötelezettek, hanem ügyek mellett vagyunk elkötelezettek. Például olyan nincs, hogy azt mondod a, nem tudom, péntek esti Isten tisztelete, ha van péntek esti Isten tiszteletek, hogy kedves hívek, szavazzatok a Fideszre. Nem, egyáltalán nincsen. Sőt, semmilyen politikai téma nem része talán csak az izraeli politika, de magyar politika nem része a közösségében. Ott egyébként a Likudot támogatjátok? Hát én ezt nem korlátoznám le a Likudra, de inkább mondjuk a jobboldalásos vagy a jobboldali pártoknak az agendáját. De visszatérve a kérdésedre, tehát egyáltalán nincs pártpolitika abban, hogy mit csinálunk, és mi nem, nekünk nem a kormányzó párttal, vagy a ellenzéki pártokkal van ilyen vagy olyan viszonyunk, hanem a Magyarországot kormányzó kormánnyal, amelyet éppen most egy bizonyos párt, most már 14 éve, most két párt adja annak a képviselőit. Hozzáteszem, hogy mielőtt a Fidesz kormányra került, igyekeztünk hasonlóan aktív és gyümölcsöző, kisebb sikerrel, de aktív és gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani az akkori kormánnyal is. Akkor lehet, hogy inkább például amiatt kapjátok az ívet, mert hogy a Fidesz-szel jobb kapcsolatot sikerült kialakítani, mint az előző. Mert hogy a Fidesz nyitottabb volt a velünk való kapcsolatban, mint az előző kormány. Igen, ez nézd. Tehát, hogy az előző kormány inkább a mazsi hisz hát irányába tendált. Egy megszokott állapot, és azon nem akartak változtatni. De például voltak üdítő kivételek, például Bajnai Gordonnak kiváló volt a kapcsolat. Bajnai Gordon rövid egyéves kormányzása alatt sikerült például áldott emlékű Elie Wieselt, a leghíresebb holokauszt túlélőt, magyar holokauszt túlélőt idehozni, annak ellen, hogy korábban azt nyilatkozta, hogy Magyarország nem akar visszajönni, és a parlamentben neki egy emlékülést csinálni. Ez személyesen Bajnai miniszterelnökkel való közös munkával, és különben a hídgyülekezetével, hiszen a hídgyülekezetében is elvittük őt, volt egy előadása, sikerült megcsinálni. Tehát mi ügyek mellett vagyunk elkötelezve, és minden olyan kormányzati tényező, aki a mi ügyeinket támogatja, azzal szerintem nekünk kötelességünk együttműködni, de ez a, ha te úgy tetszik, ez a zsidóság politikai tapasztalata a diaszporában eltöltött 2000 évből, és tulajdonképpen ez a zsidó vallási bölcselet útmutatása is. Ahogy Ézsaiás proféta mondta, keresd annak a városnak a vagy Ézsaiás vágya elmélyás. Igen. Keresd a városnak a békét, ahova majd mész. Tehát amikor a zsidóság majd Babilóniába kerül fogságba, akkor ott az útmutatás. Most már nincsen saját politikai vagy államhatalmi kondíció, keressétek ott a békét. És ez sokszor jár mindenféle kompromisszummal, egy dologban ne tegyetek kompromisszumot, ami a saját vallásotokról szól. Egyébként lehet, hogy a Stézsaiás mondta, hogy a imádkozatok a városi jólétért. Ez ugyanaz a mondat. Akkor az elvileg érdemes, igen. Okay, már csak az időzítés miatt. Itt ilyen komoly idézett ügyekben nyolódunk. Akkor Jeremiás után behoznám Torockai Lászlót a képbe, a Mi Hazánk mozgalom elnöke volt néhány nappal ezelőtt a vendégem. Kérdeztem tőle, hogy ha ők kerülnének valaha kormányra, akkor megvédenék-e a zsidó közösségeket, és garantálnák-e a zsidó közösségek biztonságát, és egyébként azt mondta, hogy igen, viszont ott konkrét
konkrétan a ti közösségeteket említett, hogy biztos nem adna állami támogatást különböző üzletekre és egyebekre. Ugye részben beszéltünk már erről, és akkor ugye itt az intézményesülés kérdésébe mennék be, hiszen amikor az egyház elkezd különböző területekkel foglalkozni, az az intézményesülésnek a helyzetét eredményezi, hogy nektek a hitéleteteket mennyire erősíti, vagy nehezíti az, hogy mondjuk a kizárólagos hitéleti tevékenységen túl, akár üzleti tevékenységekkel, akár intézmények alapításával is foglalkoztok? Egy egészséges helyzetben ez nem nehezíti, nem segíti azt. Tehát ugye, ha ez az, a szervezeti felépítésben határozottan szét van választva, és lehet, hogy a szervezet felsővezetése szempontjából nyilván kell, hogy legyen rálátás erre is, meg arra is, de mondjuk alapvetően az iskolai, a középiskolai tanár nem azzal van elfoglalva, hogy üzletet alapítson, a rabbi a zsinagógában nem azzal van elfoglalva, hogy nem tudom én, valamilyen üzleti tevékenységet. Akkor például te nem a bégelezőnek a napi dolgaival. De hozzáteszem, tehát azért mondtam, a felső vezetésnek, tehát nekem, mint az egyház első számú vezetőjének tudnom kell ezekről a dolgokról. A szálaknál összefutnak, de a többi 25 rabbi kollégámnak fogalma sincs ezekről, és nem foglalkozik, és nem is kell, nem is szabad, hogy ezekkel foglalkozzon. Tehát mindenkinek megvan a maga feladata. De egy egészséges életben van egy szereposztás, ugyanúgy, hogy egy családon belül van szereposztás, ugyanúgy van egy közösségen belül szereposztás, és ez szerintem így van helyén és rendjén, és valamiből elő kell teremteni ezt, ugye egy handicappel indulunk. Tehát, hogyha egy iskolai oktatás, egy átlagos iskolai oktatás, az úgy néz ki, hogy egy, most fordítsuk le számokra, hogy mondjuk azt mondod, hogy egy középiskolai gyereknek az oktatása belekerül havi 50-60 ezer forintba, és ehhez hozzáad az állam nagyjából 45-50 ezer forintot, akkor valahogy ezt a kettőt ki lehet hozni. És ez nagy tandít vezetsz be. De ahogyha egy zsidó iskoláról van szó, ahol egy gyereknek az oktatása nem 50 ezerbe kerül, hanem 150 ezerbe, azért, mert kevesebben vannak egy osztályban, azért, mert több tanár kell, mert a vallási oktatás olyan jelentős, azért, mert a kóser étkezés sokkal többbe kerül, és itt azt valahonnan pótolni kell, és ezt valahol elő kell teremteni, és itt felelősen kell eljárni. Nem lehet csak az államhoz menni, és az, hogy adjatok még, hanem valahogy felelősséget kell vállalni saját magunkért. És akkor engedd meg, hogy csak visszautaljak arra, amit Toroszkai László mondott, annak nagyon örülök különben, hogy úgy látom, hogy annak ellenére, hogy nagyjából ugyanarról a tőről fakad által vezetett párt, és a korábbi Jobbik, és hát személyi átfedések is vannak. Úgy látom, hogy azt nem tudom mennyire meggyőződésből, de mint hogyha lehet, hogy csak pragmatikai felismerésből, a zsidó ellenesség és az antiszemitizmus nem része a pártprogramnak, nem úgy, mint a egyel előző reinkarnációban. És ez szerintem egy nagyon fontos és dicséretes előre, és annak kell, hogy nyilvánvalóan számomra tehát nem vagy mi hazánk szavaz. Igen, tehát finoman szólva, számomra a lehető legmesszebb van tőlem az ő gondolatviláguk, de hát nem kell, hogy mindenben egyet értsünk. Ez viszont egy nagyon pozitív dolog. Ugyanakkor viszont azért ezek a rejtett kiszólások azért mutatják, hogy azért itt még erre kicsit rá kell dolgozni, mert hogyha Toroszkai László esetleg valóban ilyen határozott kijelentés, nem láttam ezt a interjút, de ilyen határozott kijelentéseket tesz arról, hogy a zsidóközség milyen üzletekhez kap támogatásokat, akkor ami a mi hitközségünket illeti, akkor szeretném, hogy mondja meg, hogy pontosan mire gondolt, mert én nem tudok támogatásról, amit az államtól a hitközség kapott üzletek létrehozására. Ő ugye egyszer úgy tudom, hogy elment a Csengelei Vágóhídhoz tiltakozni, hogy szegény tyúkokat miért vágjuk le. Nem tudtam, hogy a mi hazánk az egy állatvédő mozgalom is, de azt ugye általában a baloldali sajtó szokta, vagy a baloldali sajtó egy része szokott úgy hivatkozni erre a vágóhídra, mint ami állami támogatást kapott. Ez nincs így. Ez a vágóhíd, ez egy hitelt kapott, ugyanúgy, mint sok tízezer más. Tehát ez nem egy állami hitel? Hát abban az értelemben támogatott hitel, ugye ez egy NHP hitel volt, amit nem tudom, még sok tízezer vállalkozás megkapott abban az időszakban, és kapott egy
tulajdonképpen egy kamatmentes támogatást, amit vissza kell, vagy ami felé fedezetet kellett adni, de alapvetően ez egy üzleti vállalkozás, és egy szeretném hozzátenni, amit nem mint EMIH kapott, hanem egy olyan vállalkozás, ami ezt azért kapta, mert ezzel munkahelyet teremtett Csongrád megyében. Tehát lehet, hogy Torockai Lászlónak nem szívügye a kóservágás, azt azért ne felejts el, hogy itt 7 éve kisebb-nagyobb változókozásokkal, de 100-150 Csongrád és Bács-Kiskun megyei ember dolgozik, és még körülbelül több száz vállalkozó, beszállító az, akinek a megélhetése kisebb-nagyobb sikerrel ebből a vállalkozásból származott. És ha majd Torockai Lászlónak, ha valóban vannak ilyen, nem tudom mennyire reális, de ambíciója, hogy ő kormányzati tényező legyen, akkor az elég szerencsétlen lenne, hogy ő az alapján határozza meg, hogy egy vállalkozás kap-e ilyen jellegű államilag meghirdetett, támogatott hitelprogramból, hogy az a vállalkozás egy zsidó hitközség tulajdonában van-e, vagy Kovács Pisti tulajdonában van. Ez lett volna egyébként a kérdés, hogy ezt nem az EMIH kapta, hanem az EMIH-nek valamelyik, vagy az EMIH-hez közel álló cég. A magyar, a hatályos magyar jogszabályok alapján egy egyház végezhet üzleti tevékenységet, ez nem az alaptevékenysége, létrehozhat olyan vállalkozást, olyan céget, ugyanúgy, mint ahogy te is, vagy én is, vagy bármilyen más jogi személy létrehoznak olyan vállalatot, amelyik üzleti tevékenységet végez, és azok ugyanazok a jogszabályok alapján végzi, mint minden más. Mikor arról beszéltünk, hogy az EMIH-nél, vagy az én gondolatvilágomban ezeket a dolgokat egészségesen szét kell választani, akkor például erre gondoltam, valóban az EMIH-nek több cége is van, ez szokatlan sokak szemében, de hát ez azért van így, mert nem úgy gondolkodunk az egyházról, hogy az az állami támogatásból kell csak megélni, próbáljon meg, hát ez nem mindig sikerül, van, amikor nagyobb siker van, nagyon kisebb, de hát ilyen az élet. Próbáljon meg, amennyire lehet saját lábra állni, és ez különben a zsidó hagyományban régóta így van. A zsidó hagyományban mindig is benne volt ez a fajta öngondoskodás, benne volt az, hogy a közösségnek kell saját magáról gondolkodni, és most gondolkodhatnak úgy az egyházak, hogy az állam fizet járadékot, de hát semmi sem örök az örökkévalón kívül, és nekünk felelősen kell gondolkodnunk nem csak a jelenről, hanem a jövőről is. Ha egy más állami finanszírozási forma lenne a kormányváltás, vagy más miatt az EMIH, akkor is túl tudná ezek szerint élni? Ez mi alapvetően a hitbizományunkat, a hitünket a jó Istenbe vetjük, és nem kormányokba. Azt gondolom, hogy a zsidóság elég sok mindent megélt. Egy olyan közösség, amelyik túlélte Hitlert és Sztálint, és még sorolhatnánk Ahasvérost és Nérót. Nem gondolom, hogy azon múlik egy közösségnek a léte, belső tartása, hogy éppen milyen politikai kormány van Magyarországon, az egy másik kérdés, hogy lehet könnyebb vagy nehezebb a helyzet. A mi hitünk, a mi elköteleződésünk arra kell, hogy irányítson bennünket, hogy egy adott helyzetben megpróbáljuk a lehetőségeket kihasználni azok mellé, a nemes célok felé, amelyek mellé elköteleződtünk. És ezek a nemes célok, az három dolog. Zsidóság, zsidóság, zsidóság. Minket csak ez érdekel. Nincsenek politikai céljaink, ezek a vállalkozások is különben mind az egyház tulajdonában vannak, és annak az érdekeit szolgálják. Tehát akkor nem valakinek a személyes gazdagodását segíti elő, hanem bemegy az egyházba. Az a sok száz ember, aki ezeknek a vállalkozásoknak, csak úgy, mint különböző EMIH iskoláinak, vagy óvodáinak, vagy zsinagógáinak az érdekében dolgozik, köztük zsidók és különben számos nem zsidó vallású ember, vallásos zsidók és nem vallásos zsidók, azok úgy gondolják, hogy az, amit csinálnak, az értéket teremt, ilyen-olyan formában ők is ehhez a közösséghez tartoznak, ha más nem, akkor a munkájuk révén, és én szerintem ez egy nagyon nemes dolog, így épül föl egy közösség, és így épül föl egy egészséges társadalom. Még egy üzleti kérdésre hadd kérdezzek rá, ez pedig a média, mert ugye itt a 168 óra miatt és egyáltalán a british média miatt is felmerültek kérdések, hogy akkor az most ki, hogy, miért. Talán ezt a kérdést még tegyük rendbe gazdasági szempontból. Igen, ugye amikor az EMIH, ha most arról lehetne beszélni, hogy ebben a világ felé való nyitásban voltak-e olyan taktikai hibák, amiket az EMIH elkövetett, akkor azt gondolom, hogy itt nagyjából 2016 környékén elkövettünk egy hibát. És ez a hiba oda datálódik, hogy azt gondoltuk, hogy az EMIH értékeinek a hirdetése, vagy az érdekeinek a megmutatása, az ér annyit, hogy megpróbáljuk ezt
valamilyen a nyilvánosságban való jelenléttel megerősíteni. És ez szinte adta magát, hogy tekintette, hogy a Klubrádió tulajdonosát, Arató Andrást, azt kb. 20 éve ismerem, és ő többször megkeresett engem a 2000-es évek végétől gyakorlatilag, hogy tudnék-e valamilyen befektetőt találni a Klubrádió megsegítésére, akkor adta magát, hogy a Klubrádió, aminek a hagyományosan a hallgatóságának egy jelentős része a budapesti zsidóság körül is kikerült, adta magát, hogy az a lehetőség, hogy akkor esetleg támogatóinkat megnyerve megpróbáljunk valamilyen részt venni, részt vállalni a Klubrádióban. És több 10 millió forinttal úgymond bevásároltuk magunkat, ha nem is közvetlen az egyház révén a Klubrádióban. Ez a bevásárlás azt jelenti, hogy tulajdonképpen tőkét adtunk a Klubrádiónak, ami a működésének, az akkori működésének, a 16-17 környéki működésének a túlélését azt hiszem, hogy jelentős mértékben segítette. De azt kellett beláttunk, hogy ez egy taktikai hiba volt, és azért volt hiba, mert sajnos az András, akit én személyesen hát azt mondom, hogy kedvelek, de a társasága még kellemes is tud lenni, az teljesen összeférhetetlenül viselkedett ebben a helyzetben, mert attól retteget, hogy csak nehogy kiderüljön, hogy az EMIH ebben a dologban részt vesz, még véletlenül se legyen, még csak egy műsora se az EMIH-nek ebben, tehát az, hogy például nekem legyen egy beszélgetés műsorom teljesen ártalmatlan, nem politikai témákról a rádióban, ez 2 év keserves munkája volt. Tehát ti szponzoráljátok úgymond a sajtószabadságot, igen, de nem kaptatok de nem volna értesen. Ebben részt, és ez egy olyan mérhetetlenül méltatlan helyzetet teremtett. Ja, ehhez utána közben még egy hibát erre rátéve, ugye ugyanezt történt a 168 órával is, és akkor itt azt kellett látnunk, hogy nem értik az emberek, hogy ezt mi miért csináljuk, azt gondolják, hogy itt van valamilyen konspiráció a háttérben, hogy mi van. És nem volt? Nem kért meg a Fidesz titeket, hogy létszi, vegyétek meg? Nem. Nem, hogy nem kért meg erre. Soha életemben erről a témáról én nem beszéltem ezekben az években. Nem beszél, később utólag volt, hogy ezt én felhoztam, csak úgy különben mesélem, hogy ez milyen érdekes, de soha életemben erről nem beszéltem semmilyen kormányzati szereplővel. Szeretném azt is elmondani, hogy különben soha életemben nem kaptam valamilyen kérést, vagy bármi ilyesmit, nem csak ebben, bármilyen témában, semmilyen politikai szereplőtől Magyarországon. De az emberek valahogy ezt félreértették, és azt gondolták, hogy itt valami konspiráció lehet a háttérben, és különben akiknek erre lett volna ráhatása, hogy elmagyarázzák, hogy ez nincs így, azok ezt ilyen-olyan okokból nem tették meg, és sajnos ennek abban a szomorú felismerésben kellett, hogy ez véget érjen, hogy egyet hátra kellett lépnünk ettől az egésztől, és igyekeznünk kellett, amennyire lehet ezt az egész dolgot eltávolítani az EMIH-től. És azt gondolom, hogy egy fontos tapasztalat volt úgy általában. Nem azzal kapcsolatban, hogy a nyilvánosságban van-e helye és szerepe ennek az egésznek, hanem hogyha azt gondoljuk, hogy kell, hogy legyen helye szerepe, akkor azt sokkal identikusabban alulról építkezve kell létrehozni. Ez volt az a felismerés, ami például a Neokon honlapjának a megalapítása. És ez egy önazonos dolog is. Azt gondolom, hogy ez sokkal önazonosabb, igen. Akkor ugorjunk, méghozzá egy ilyen éles húszárvágással az izraeli háborúra kérdeznék még rá, illetve a napjaink a világpolitikai eseményei hogyan érintik Magyarországot és Magyarországon belül a zsidóságot, mert hogy akár az orosz-ukrán háborúnál, akár az izraeli háborúnál azért jelentős kapcsolódási pontok vannak. Kezdjük Izraellel. Ugye október 7-én kitört egy nagyon megrázó esemény, azóta is tart, és azt látjuk, hogy Izrael azóta már tehát nagyon kemény kritikákat kap, és ez a legenyhébb kifejezés azzal kapcsolatban, hogy mondjuk embertelenül bánik a gázai túszokkal, ismered úgyis ezeket a különböző hangokat. Te hogy látod az izraeli háborúnak a jelenlegi fázisát, és mi jelenlegi izraeli mozgástere ilyen nemzetközi szintéren? Hát igen, ez egy drámai eseménysorozat, ami a 21. század egyik legsúlyosabb terrortámadásával kezdődött 2023. október 7-én, ahol közel 1100 ártatlan ember mészároltak le a Hamas terroristái, és több száz ártatlan túszt, köztük gyerekeket, asszonyokat,
raboltak el, mint a középkorban, a, nem tudom én, a tatárok, és tartanak a mai napig is fogva. És ami a legmegdöbbentőbb ebben az egészben, az az, hogy összeomlott, én azt gondolom, az a világrend, amelyik a részben a második világháború tapasztalatára és éppen a zsidósággal szembeni atrocitásokra épült. Mert amikor azt látod, hogy a legnívósabbnak gondolt amerikai egyetemeken antiszemita népírtásra, zsidó népírtásra felhívó rigmusokat skandálnak, amikor azt látod, hogy egy baseball meccsen embereknek azt mondják, hogy nem lehet olyan pólóban lenni, hogy bring them home, tehát hogy a túszokat engedjék szabadon, mert az egy politikai üzenet. Amikor azt látod, hogy különböző politikusok, celebek azt kérik Izraeltől, hogy hát azért a mérsékletet tanúsítson, akkor, amikor a saját állampolgárait akarja egy terrorszervezet kezéből kiszabadítani, és hozzáteszem különben a gázai lakosságot is egyben felszabadítani attól a terrorszervezettől, amelyik egy terrorállamot működtet a szomszédságában, akkor az ember úgy elgondolkodik, hogy tulajdonképpen hol vannak azok a közös értékek, hol van azok a civilizációs értékek, amelyek a világ rendjének nem a technikai, az instrumentális, hanem a szellemi alapjait adják. És ez elég szomorú kép. És ebben azt gondolom, hogy például Magyarország egy és a magyar kormány egy kiemelkedően példamutató álláspontot képviseltek ez első pillanattól fogva. Az, hogy a magyar miniszterelnök azt mondja, hogy terrorpárti tüntetésnek ő nem ad teret, az, hogy kiáll a külügyminiszter újra és újra Izrael mellett, és amikor az amerikai elnökválasztásra készülve egy teljesen cselekvés képtelen elnök megpróbál egy kicsit egyensúlyozni, és azt mondja, hogy jó, hát akkor különböző szankciókat kivetünk, mert már annyira jól működik más terület ez a szankció, akkor itt is vessük be. Szankciókat kivetünk izraeli magánszemélyekre, mert nagyon erőszakosak, amire semmilyen jogi vagy bármilyen tényszerű alap nincsen, és a magyar kormány az egyetlen, amelyik azt mondja mondjuk az Európai Unióban, hogy nem, ilyet nem csinálunk egy olyan országgal szemben, ami éppen azért küzd, hogy a saját léte megmaradjon. Ez egy példamutató helyzet, és hát ennek nem csak a Izrael szempontjából vannak implikációja, hanem önmagában az, hogy például a kollégáim, a barátaim Párizsban, Berlinben, Londonban, a háború utáni első napokban, amikor még csak azt lehet mondani, hogy Izrael bombázta volna már a gázai lakosságot, és már tízezrek vonultak az utcára Izrael ellenes szólamokkal. Úgyhogy két napja öltek meg 1500 izraeli zsidót, és nem zsidót különben, tehát köztük arabokat is lemészároltak ezek a terroristák. Tehát azt mondták, hogy egyszerűen halálfélelmük volt, és olyan volt, mint hogyha 1938-at írnánk, és a kristály éjszaka lenne éppen. És mindeközben Budapesten pedig egy olyan közbiztonság van, hogy az a 2-3 eset, ami a október 7-e utáni első héten volt a közösséget érintően, tehát megjelent itt egy csadoros nő, és elkezdett fényképezni, ott egy láthatóan valamilyen közel-keleti hátterű figura, és furcsa módon elkezdte követni a rabbit és a fiát, és volt egy pár ilyen eset, és a magyar rendvédelmi szervek így reagáltak a legprofibb módon, és ez az összes dolognak a végére jártak, és van egy olyan közbiztonsági érzet, amikor nem csak a zsidók számára fontos szerintem, ez valami egészen különleges hunger. És közben ugye több ezer ember tüntetett Izrael mellett különböző, tehát ugye tőletek van. Is, zsidóságtól is. A zsidó közösség is összefogott ebben, a hídgyülekezete is szervezett ilyen tüntetést, és a köznyilvánosságban is. Sajnos a baloldali sajtónak a peremein és a szélsőjobbnak a arénáiban látszik az, hogy azért megjelent. Igazából itt a baloldal az, ahol ez sajátos módon egy novum, de megjelent az izrael ellenségbe öltöztetett zsidó ellenesség. Ez izrael ellenesség, vagy hova? A nyilvánosságot ez nem jellemzi. Ez izrael ellenesség, vagy az, hogy felhívják úgymond a figyelmet arra, hogy lehetne humánusabban? Uh-huh. Nézd, tehát az nem kérdés, hogy ez egy tragédia. Egy tragédia, és a gázai lakosság és a gázai gyerekek számára is tragédia.
és nyilvánvalóan nincs olyan ember, akinek nem törik össze a szíve, hogyha lát egy 5 éves gázai gyereket, amint a moslékban fetrengve a kis ház és fedél nélkül a feje fölött bombázzák a környezetét. Ez borzasztó. Ahogy a lezdai gyerekek se tehettek arról, hogy a szüleik, nagyszüleik agymosása okán náci Németországá lett egy sokkal dicsőbb múltat magának tudó Németország, és a szövetségesek szétbombázták. Nagyon sok civil áldozatot is követelve. Tehát ez nem kérdés. De amikor valaki egy kicsit is objektívan ránéz erre a helyzetre, és kicsit is megpróbálja megismerni és megérteni, hogy miről is beszélünk, ki áll kivel szemben. Itt van egy sátánista szekta, egy dzsihádista sátánista szekta, a halált dicsőítő szekta, amelyik nem csak a más vallásúak, a más kultúrájúak haláját kiáltja, hanem a saját népének a halála sem fájdalmas nekem, amikor óvodákból lövik ki a rakétáit, és várja, hogy majd oda jöjjön egy válaszcsapás. Meg most már de facto tudjuk, hiszen az összes kórházon végigment az izraelség, és látszik, hogy terrorközpontok voltak minden egyes kórházban. Na tehát ők vannak az egyik oldalon, és ott van az izraeli hadsereg, amelyik, ha lehet ilyet mondani, a leghumánusabb hadsereg egy dzsungel közepén. Tehát az, hogy kopogtató bomba, hogy menjetek ki a házból, meg leszórunk egy 1,5 millió szórólapot, még egy ilyen terrortámadás után is Gázára, amiben fölhívjuk a lakosság figyelmét, hogy itt most komoly dolgok jönnek, úgyhogy ott tudtok, akkor menjetek. Hol van még ilyen? És ez a két dolog áll egymással szemben, és az az Izrael különben, amelyik hát megkérdőjelezhetetlenül része a civilizált zsidó-keresztény világnak, valahol pedig különben a krédója és az alapja, és akkor ebben mit kérünk tulajdonképpen Izraeltől? Hogy hagyja azt a még ott lévő 130-20-t, vagy legyen emberséges egy terrorszervezettel szemben, amelyik azt hirdeti október 8-án, hogy majd lesz október 9-e, meg 10-e, és minden nap meg fogjuk próbálni. És azóta is vannak rakétázások. És azóta alig telt el egy pár nap, és az sem önakaratból, hogy nem lőtték az izrael civil lakosságát rakétákkal. Egy olyan szervezet, amelyik attól a naptól fogva, hogy Izrael egyoldalúan kivonult Gázából, elkezdte lőni Izrael civil lakosságát. Miről beszélünk? Tehát ki az, aki egy jó lelkiismeretű emberként, mindegy, hogy zsidó, nem zsidó, keresztény, nem tudom én, muzulmán, hindu, úgy gondolkodik erről, hogy itt az erkölcsi fölény a terrorszervezet oldalán van? Mi itt a kérdés? Ha valaki mégis így nyilatkozik, akkor vagy nagyon naív, és nagyon alul tájékozott, ami hát előfordul, csak olyasmiről nem mondjak nagyon vehemensen véleményet, amiről nem tudok, mert nagyon könnyen lehet, hogy beletrafálok, hogy a erkölcsiek rossz oldalon kötök ki. Tehát az egyik opció. A másik opció, hogy valójában elvetemült antiszemitáról van szó, aki ne könnyebb ebbe az erkölcsinek tűnő kritikába öltöztetni az elvetemült antiszemitizmusát. Előhoznám egy kicsit a rabbi énedet, mert gyakran megfogalmazódik ebben a helyzetben az, hogy Izraelnek itt nem a pufferzóna, a biztonság kialakítása a célja, hanem a vérbosszú. Erre mit mondanál? Mi ennek a felvetésnek az alapja? Tehát mivel alapozza? Hát, hogy túl sok a civil áldozat, és hogy... Mi az, hogy sok vagy kevés? Tehát mi határozza meg egy háborúban azt, hogy sok vagy kevés a civil áldozat? Ez egy nominális dolog? Tehát, hogyha mondjuk 1000, akkor az még kevés, ha 10 000, az már sok? Mihez képest sok vagy kevés? Én azt gondolom, hogy az erkölcs kérdése nyilván egy háborúban egy nagyon nehéz kérdés. A vallások nagy részének számára, és így a Biblia számára is egy komoly kérdés volt, különösen az ókorban, amikor a háború a mindennapok része volt, hogy hol, mi a helyes erkölcs egy háborúban, és ebben eljutottunk egy olyan helyzethez a 21. században, ahol valamilyen módon gondolkodunk az erkölcs, a háborúban követendő erkölcs dolgairól. De hát mégiscsak miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy itt szemben a terrorszervezettel, amelyik hite és alapdokumentuma szerint
nem tesz különbséget civil és nem civilek között, amely hite szerint addig akarja az ellenállást, amit ők ellenállásnak nevezni, folytatni, amíg egyetlen zsidó sem lesz a tenger és a Jordán folyó között. Ezzel szemben pedig ott van Izrael, amelyiknek nem, hogy nem célja a civil lakosság legyilkolása vagy bosszúja, hanem kifejezetten, amit ezek között a keretek között meg lehet tenni, megpróbál mindent megtenni azért, hogy minimalizálja a civil lakosság áldozatait, viszont kifejezett célja, hogy az életet pokollá változtató terror szervezetet, ezt felszámolja, és addig nem fog nyugodni, amíg ezt nem fogja megtenni. Az ő oldalán, Izrael oldalán áll az erkölcsi igazság. Ez szerintem nem lehet kérdés. És azt azért ne felejtsük el, hogy egy háborúban, amikor emberek meghalnak, akkor egy háború, egy szituáció, amiben egy katonával szemben áll valaki, vagy egy hadsereg, ami szemben áll egy másik hadsereggel, az nem bíróság, ott nem egyénekről beszélünk, ott nem arra van szó, hogy akkor te azon az oldalon, hogy akkor vigyünk el a bíróság, nézzük meg, hogy akkor hozzunk tanúkat, nézzük meg, hogy kinek van igaza, és akkor majd a háború arról szól, hogy van két monolit tömb egymással szemben, amelyik képvisel valamit, és az egyik le akarja győzni a másikat. Nyilvánvalóan a náci Németország legyőzésével, amiben azt szerintem kevés jó érzésű ember gondolkodik úgy, hogy hát kár volt őket a legdurvább eszközökkel megállítani, mert hát nagyon sok civil áldozat volt. De ez együtt mindenki tudja, hogy tényleg nagyon sok szerencsétlen német volt, akinek nem volt köze azokhoz a büntettekhez, amit a náci vezetés csinált. Mégis a náci Németország, mint egy monolit tömb állt szembe, és annak szövetségesei álltak szemben a másik oldallal. És akkor végezetül egy utolsó kérdés, ez pedig Ukrajna. Az ukrajnai háború kapcsán is számos zsidó érintett, és ugye Magyarországra is menekültek, illetve azt is tudjuk, hogy Izrael állama is például segítséget nyújtott nekik ugye más területen. Te hogy látod ezt a konfliktust? Nyilván találkozol te is olyanokkal, akik személyesen is onnan jönnek. Igen, abszolút első kézből látom, és tudom, hogy mi történik a háború első napjától fogva, hiszen már a háború másnapján fölhívtam a kollégámat, az Ukrán Zsidó Szövetség főrabbiát, és jeleztem neki, hogy szeretnénk segíteni, amiben szerény eszközeink mellett tudunk. És ebből azt gondolom, hogy egy példamutató és kiemelkedő dolog volt, hogy pár héttel a háború kitörése után a magyar kormány jóvoltából létre tudtuk hozni Európa legnagyobb zsidó menekült táborát, amint több mint 5000 zsidó és nem zsidó ukrán menekült jött keresztül, egy jelentős részük tovább ment leginkább Izraelbe, és hát ezekkel az emberekkel aktív kapcsolatban vagyok, ma is vannak ott Balaton mellett ebben a táborban több százan, és tudom azt, hogy a zsidóság szempontjából is milyen katasztrofális volt ez a háború. Ugye a Ukrajnában nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan mennyi, de valahol a 200 és a 400 ezer között letehető, hogy hány zsidó élt a háború előtti nap. Azt tudom, hogy az Ukrán Ritkösségek Szövetsége 120 közösség tartozott, körülbelül 100 rabbi dolgozott Ukrajnában. Ezeknek a jelentős része különben a Lubavicsi közösséghez tartozik, ahogy maga a Lubavicsi közösség is Ukrajna és Feleország környékéről indult 250 évvel ezelőtt, tehát nagyon komoly hagyományaink is vannak ezen a területen. Óriási zarándoklatok voltak Ukrajnában, több 10 000 fő zarándoklatok Izraelből és külföldre egyaránt, és hát ez ma az enyészeté. Hát a zsidó közösség még morzsáiban megvan Ukrajnában, de a kollégáimnak egy nagy része elmenekült a közösségével együtt, egy kisebb része pedig vagy ott van, vagy visszament, és azt mondják, hogy tulajdonképpen az életben maradás és a spirituális és közösségi értelemben pedig a nulláról való újjáépítkezés jelen pillanatban a feladat. Sok mindenről beszéltünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és szerintem ez a beszélgetés is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az emberek láttak egy igazi zsidó embert, illetve hogy szerintem sok kérdésre én magam is választ kaptam, és remélem, hogy a közvélemény is így volt. Ezzel köszönjük szépen. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogyha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, ezzel is tudják támogatni a munkánkat, és továbbra is hallgassák az Ultrahang és az Ultrahang Plus csatornákat. Búcsúzunk, mindenkinek szép napot kívánunk, viszontlátásra, viszonthallásra.